A benzin turizmus és a növekvő tranzitforgalom és az elmúlt napokban tapasztalt pánikkeltés miatt jelentősen megnőtt az üzemanyagfogyasztás, ezért a MOL-lal egyeztetve három döntést hoztunk meg, amelyek biztosítják a benzinárstopp fenntarthatóságát. Az első, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek, kamionok és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagynyomású kútosztopoknál lehet tankolni, ahol a gázolaj értékesítése piaci áron történik. Ezzel az intézkedéssel az üzleti érdekből zajló benzinturizmust igyekszik visszaszorítani a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is jogosultak 480 forintos áron üzemanyaghoz jutni. Fontos kivétel továbbá, hogy a mezőgazdasági erőgépek, függetlenül attól, hogy hány tonnát nyomnak, továbbra is benzinárstoppos áron vásárolhatnak üzemanyagot. Nyírpazonyban pénteken már alig álltak sorban a töltőállomáson. Két napja indult a roham a kutakon. Országosan a MOL adatai szerint háromszor annyi üzemanyag fogyott naponta, mint átlagosan. A holtankoljak.hu elemzője azt mondta, jelentősen csökkenti a terhelést a kormány csütörtöki döntése. Azzal, hogy a tranzit, vagyis a külföldi kamionoknak a tankolása az piaci áron fog vasárnaptól megtörténni, ez mindenképpen tehermentesíteni fogja ezeket a tranzit útvonalakat és azokat a benzinkutakat, amelyek emiatt úgymond szenvedtek, úgymond túlterheltségükben. Aztán ezen felül a szakma többi tagja, gondolok itt azért a vidéki benzinkutakra és azokra, akiknél nincsenek ilyen nagynyomású töltőpisztolyok, aminek keresztül lehet úgymond piaci áron értékesíteni, próbálnak majd a leírtak alapján megfelelni a rendeletnek, de a hatásaira nehéz még bármit is mondani, úgyhogy mai nap folyamán még a héten érvényes szabályok szerint működik mindenki. A szakember elmondta, a környező országokban az üzemanyag literenkénti ára meghaladja a 700 forintot. A MOL állomásain a magas nyomású kútfejeknél várható literenkénti összeg 680 forint lesz. A szakemberek hangsúlyozzák, elég üzemanyag áll rendelkezésre Magyarországon. A kormány amellett, hogy az üzemanyag jövedéki adóját 20 forinttal csökkentette, az indokolatlan pánikkeltésért, illetve rémhírterjesztésért felelős polgárokkal szemben eljárás indítását szorgalmazta.